Ugyanarra vonatkozó adat még nincs, hogy alakulnak a városban töltött vendégészaka számok idén, annyi biztos, hogy a városba látogató turista csoportok száma az idei nyár folyamán nőtt. Több idegenvezetést tartanak idén Székesfehérváron. Hozzánk nagyon sok idegenvezető közvetítéssel kapcsolatos megrendelés érkezik, nagyon sok az osztálykirándulásos kiajánlásunk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az év első negyede, tehát májusig egészen jó és pozitív eredményeket mutat. A város vendéglátó helyeire azonban nem feltétlen térnek be az ide látogató turisták. Ennek a belvárosi étteremnek a vezetője azt mondja, évek óta egyre kevesebb vendég jön hozzájuk. Forgalom növekedés a nyárvégi fesztiválok idején tapasztalható csak. Nem tudom, más augusztus közepékkel válunk, amikor indul valami kis változás a belváros történetével, amikor indulnak ezek a királyi napok rendezvény sorozata, akkor fogtunk érezni egy kis fellendülést a városba, így mint vendéglátósok. A Központi Statisztikai Hivatal szerint ez év áprilisában 11,8%-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az idei évben pedig a magyarországi bruttó szállásbevételek kezdik megközelíteni a válság előtti szintet. Fehérvárra azonban a Turinform iroda szerint még mindig csak főleg átutazó jelleggel jönnek turisták, ami azt jelenti, nem töltenek itt vendégészakát a városban. A szállásadók is vegyesen érzékelik ezt a tényt, pedig a nyár folyamán sok több napos program is van Székesfehérváron. Kezdve az Icsi-ligeti dallamoktól a Királyi Napok Néptánc Fesztiválon át a történelmi kavalkádig. A szállásajánlatokban törekednek arra, hogy ezeket a programokat a szállásadókkal karöltve csomagban adják el. Próbáljuk összekötni a nyári könnyed, a komoly zenei koncerteket, a nyári színházat és a Csók István kiállítást egy csomagban kiajánlani. Remélhetőleg tehát az idei nyár vége turizmus tekintetében erősebb lesz majd a korábbi évekhez képest.